az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai ismét játékosan próbálták terelni a gyerekeket és felnőtteket a tudatos hulladékfelhasználás felé. Van olyan család Nyíregyházán, aki már több éve kilátogat erre a rendezvényre nem csak a vetélkedők, de a remek nagyszínpadi koncertek miatt is. A rendezvény megnyitóján Szenti Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte a látogatókat. A város életében egyrészt ez a rendezvény egy nagyon fontos összekötő kapocs a városlakók és a hulladékgazdálkodási társaság között, így tudatosítva a jó hulladékgazdálkodást, illetve több alkalommal is van egy évben a Szedd Magad mozgalom, a Szedd Magad akció, és abban is részt vehetnek, és ezúton is biztatni szeretném a városlakókat, hogy rendszeresen vegyenek részt ezekben az akciókban, hiszen ha körbenézünk a városban, itt a belvárosban gyönyörű, szép tisztaság van, de ha kijebb is megyünk, akár én magam nap, mint nap a Sóstói erdőben sétálva, nagyon sok szemetes helyet látok, de ez rajtunk múlik a városlakókon, hogy ezt meg tudjuk-e tisztítani. A 13. alkalommal megrendezett szelektív szombatnak Eberhard Gábor ügyvezető elmondása szerint idén is ugyanaz a célja, mint ami a korábbi években. Ismereteket nyújtani ahhoz, hogy a hulladék a maga minőségében a legmegfelelőbb helyre kerüljön, és azzal ne terhelje a környezetünket. Ugye a mi feladatunk, szoktam mondani, onnan kezdődik, hogy a hulladékgyűjtő edényben közkeletű nevén a kukában landol, onnan szállítjuk mi azt el. Tehát a legjobb megoldás az lenne, hogyha a szelektív hulladékokat megfelelően, mind minőségben, mind mennyiségben gyűjtik. Tehát különböző projektek, támogatások eredményeként most már minden családi házas ingatlannál elhelyeztünk egy 240 literes, itt is lehet velük találkozni, szelektív hulladékgyűjtő edényt, amit havonta vagy két hetente gyűjtünk össze. Tehát ebben kellene a szelektív csomagolási hulladékokat elhelyezni. Nem véletlen, hogy az éjak a lehető legkisebbeket célozza meg a környezeti nevelésben, hiszen ők még játékosan sajátíthatják el mindazt, ami később evidenciaként lesz jelen az életükben. A szelektív szombat nagy színpadán fellépett az Alma együttes, akik jelenlétükkel és dalszövegeikkel is kapcsolódtak a rendezvény küldetéséhez. Palacka verik, színes üvegre hajt, és a végén a szürke, a lukaba sír a fémért. Mindenki ért, mindenki egyért.